Ma, augusztus 23-án megünnepeljük Limai Szent Rózsa Szűz fakultatív emléknapját. Rózsa, vagy ahogy németesen rögzült nálunk, Róza, 1586-ban született Limában, Peruban, Dél-Amerika első virága, vagyis kanonizált szentje. Igazából Izabella volt a keresztneve, de anyja Rózsának becézte. Már gyermekkorában hősiesen gyakorolta az erényeket, vezeklés, domonkos harmadrendi lett, életét felajánlotta népe megtéréséért, és engesztelésül a spanyol hódítók véres tetteiért. 1617. augusztus 24-én halt meg Limában. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Elzárjátok a mennyek országába vezető utat az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be oda, és azokat sem engeditek oda jutni, akik beszeretnének menni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy egyetlen pogányt megtérítsetek, és ha megtért a kárhozat fiává teszitek kétszerte inkább, mint magatokat. Jaj nektek, vak vezető! Azt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az semmi, ha azonban a templom aranyára esküszik, az kötelez. Ti esztelenek és vakok! Hát mi nagyobb? Az arany, vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Továbbá azt mondjátok, ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de ha a rajta lévő áldozati ajándékra esküszik, az kötelez. Ti vakok! Hát mi nagyobb, az áldozati ajándék, vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik az oltárra és mindarra, ami rajta van. Aki a templomra esküszik, az esküszik a templomra és arra, aki ott lakik. Végül, aki az égre esküszik, az az Isten trónjára esküszik, és arra, aki a trónon ül. Ezek az evangélium igéi. Nagyon figyelemre méltó a második tesszaloniki levélnek a most olvasott részlete kezdete következő sorokkal: dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban, írja Pál a tesszaloniki híveknek, álhatatosságtokkal és hitetekkel, amellyel minden üldözést és zaklatást elviseltek Isten igazságos ítéletének jeleként, hogy méltók legyetek Isten országára, hiszen szenvedtek is érte. Nagyon fontosnak tartom ezt a fogalmazást, minden üldözést és zaklatást elviseltek Isten igazságos ítéletének jeleként. Amikor szentek naplóit, szavait olvassa az ember, akkor sosem azt találja benne, hogy panaszkodnak az őket érő üldözések miatt, hanem azt, hogy bűneim miatt még sokkal többet is megérdemeltem volna. Ez a szentek hozzáállása. Ők tökéletesen megvannak arról győződve, hogy az Isten végtelen szentségének járó teljes odaadást messze menően nem teljesítették. Súlyos mulasztások, bűnök terhelik őket, ez azokra is vonatkozik, akik sose éltek bűnös életet, vannak megtért szentek, de egy avilai Szent Terézis például állandóan azt magyarázza, én bűneim miatt a poklot is megérdemeltem, hát akkor hogy ne érdemelném meg ezt?
ha rágalmazták, akkor azt mondta, hogy igaz, hogy ezt a bűnt nem követtem el, de elkövettem sok mást, amiért megérdemlem, hogy így beszéljenek rólam. Tehát az üldözéshez való hozzáállást nem a fölháborodás és nem a gyűlölködés, hanem egy magától értődőség Isten igazságos ítéletének jele a bennünket érő üldözés. Ez az alázatos hozzáállás, ez az egyetlen olyan hozzáállás, amely Istennel szemben méltó, akik méltatlankodnak. Mivel érdemeltem én ezt meg? Hát mi rosszat tettem? Hát hiszen én járok templomba és imádkozom, hát miért büntet engem a jó Isten? De akik így lázadoznak, azok nem fognak föl semmit abból, hogy Isten kicsoda. De szeresd Uradat Istenre teljes szívedből. Isten egy radikális önátadást kíván tőlünk, amelyik soha nem lehet egészen radikális. És ezt meg is érdemli és joggal igényli, mert ő érte vagyunk, ő a létezésünk értelme. Semmi kevesebb nem elég. Mindnyájan erre vagyunk meghívva. És az, hogy ebben nincsenek mulasztásaink vagy vétkeink, az egy nevetséges állítás. Tehát valami egészen más mentalitás kell. Limai Szent Rózsa többek között arról nevezetesen nagyon csinos lány volt, és szerették volna többen is feleségül venni. Ő már régóta szűzi életben szentelte magát Istennek, és hogy ne zaklassák, luggal fölmaradta az arcát, hogy ne legyen már olyan szép az arca, és ne udvaroljanak neki annyian. Ez persze nem helyes. Erről meg kell állapítani, hogy ez egy jóhiszemű tévedés volt. Az embernek nincs joga önmagát csonkítani. Saját testünk nem a mi tulajdonunk, és nincs ahhoz jogunk, hogy rongáljuk. Tehát ez nem volt objektíve helyes. Ő azonban jóhiszeműen tette, egy szenvedélyes perui kislány volt, és az ő szenvedélye, ami az Istennek való teljes önátadásra irányult, ilyen extrémitásokba ragadta. A szentekről mindig újra és újra elmondjuk, hogy nem utánozni kell őket, hanem követni. Tehát vannak az életükben olyan dolgok, amelyek az ő egyéni körülményei között ültek a maguk helyén, de azokat lemásolni nem lehet. Megcsodáljuk azonban azoknak a tartalmát, a benne foglalt önátadást az Istennek, a szenvedélyt, hogy egyedül Istené legyen, és ennek a szenvedélynek a önfeláldozását, hogy nem gondolt arra, hogy Isten remek művét csúfítja el, mikor az arcát elcsúfítja, hanem csak arra gondolt, hogy egészen a belső önátadás az külsőleg is egészen teljessé lehessen, és ezzel azért nekünk üzen valamit. Ha mondom, nem utánozhatjuk, ez erkölcstanilag nem elfogadható, nem is hiszem, hogy valakinek ösztönzése lenne rá, hogy luggal marassa az arcát, de mégis kifejezi azt, hogy milyen szenvedély dolgozik azokban, akiket a Szentlélek úgy igazán a szívük közepén érintett. És csak kérhetjük Istentől, hogy bennünket is a szívünk közepén érintsen, ne csak valahol a peremen, hanem ott, ahol az ember sorsa eldől, ott, ahol a végső önátadás fészkel. De az ember vagy Istené, vagy az ördögé, nincsen harmadik út, középút, szerényebb út, közönségesebb út, csak az életszentség útja létezik, és a kárhozat útja.